Szerintem egy női... Egy nő... Szoktak a férfiak nőnapon köszönteni. Az én pasiaim eddig sose tartották. De így én se tartom az április egyet nekik. Nem is csak az ilyen nőies típus, tudod, vannak ezek az ilyen nőc is nők, hogy így, hát hogy ugye a karaktere ki erőszakolja a virágot, meg a bombont. Ezek a zenészek, zenésztársak, ezek nem nagyon foglalkoznak vele. Gondolom, annak visz az ember dolgokat, aki így hálás, de nem tudom fogalmazni. Az a jó, hogyha egy nő nem csak nőnappal, amelyel kap például virágot. Ma már kaptam egyet egyébként. Szerintem nagyon sok sztereotípia él még mindig arról, hogy milyennek kéne egy nőnek lenni. És igenis, szerintem borzasztóan nehéz összeegyeztetni egy ilyen dolgot ma Magyarországon egy nőnek. Nem tudom, hogy a férfinak milyen lehet. Van egy olyan elképzelésük a nőknek, hogy nekik nehezebb. Biztos, hogy sokkal nehezebb, mert... míg anya vagy, addig a legfontosabb szerep az, hogy anya legyél, és közben meg van egy másik éned, amit ismersz, jól ismersz, és ugyanannyira hozzátartozik a mindennapjaidhoz. Színpadon jó, hogy nő vagyok, ez biztos. Hát nem tudom, ezt most egy férfitől kérdeznénk, akkor biztos azt mondani, hogy a nőknek sokkal könnyebb, mert hogy eleve a nők szépek. Egy nőnek eszköztára van. Hogyha nincs jó paszban, de felvesz egy jó ruhát, akkor is meg tud győzni valakit. Elhiszem tőled a cuccolat, de megragadt a pillanat, ez a lépés nehéz volt. Egy kísértés az okokból. Én azt érzem még mindig nagyon sok szempontból, hogy nehezített pálya azért ez. Hogyha az ember tényleg önálló akar lenni, ha nincs mellette mondjuk egy férfi, aki úgy támogatja, hogy én ismerem ezt, meg azt, meg azt, meg azt, mert az sem mindegy, hogy egy nő hogy ismeri meg az embereket. Tehát bátornak kell ahhoz lenni, hogy azt mondom, hogy nem érdekel, ki mit mond rólam, ki mit gondol, én ezt megmerem csinálni, ezt is megmertem csinálni. Énekesként azt éltem át, hogy az emberek rettenetesen örülnek annak, hogyha egy nő énekel. Jó volt egyedül, és jó lesz egyedül, de a két egyedül közt megpihennék nálad. Én felveszem neked a Charlie Blue húzát, szöges drótot ad a húzát. Felveszem neked a Charlie Blues-át, szöges drótot ad a húzát. A nők tudnak valamit. A nő a nyilvánosság előtt biztos, hogy játszani kezd, szóval az egy olyan nagyon izgalmas helyzet szerintem a nőt látni a színpadon. Türelem ez nem csak ének, megtörtént velem és annyi mással. Túléled a saját történetet, és újjászületsz valaki mással, ne sírj édes. Azt mondta a Lovasi, Juci, azért vagy te egy jó előadó, egy optimális előadó. Elég jó nő vagy ahhoz, hogy a férfiak szeressenek, és elég rossz ahhoz, hogy a nők is. Miért varrús volt a filmek?
tökéletes nő nincs, a nők úgyis meglátják a másikban a rosszat, a vetétást, jaj, hát neki is ízé, vittem én kicsit a vádlia, nem olyan, mint amilyen kéne, és akkor megnyugszanak, és elfogadnak. Köszi, köszi!